ez a város születésem helye. Ma a perinthabjával van tele, úszik a híd, düledez a partfal, ó, bár oltalmazná ezer angyal. Hát Vörös Sándor Szombathelyen született. Darabja is vannak, nem is akármilyenek, tehát színműíró is. Hát én azt gondolom, hogy nem is lehet vitás, hogy Szombathelyi Színháznak Vörös Sándor nevét kell viselni. Úgyhogy ez senki nem is szólt ezen semmit sem, ez magától értetődő dolog. Ő először egy Gábriel János nevű matematika tanárnak volt a kosztos diákja, ugye kollégiummal nem rendelkezett ez a reáliskola. És azt követően a második évben, amikor hát úgymond rendes tanulója volt az intézménynek, ez 1928-29, akkor került Pavel Ágostonhoz. Ő 3-4 háznyira lakott a reáliskolához, nem ott tanított, de a szabad idejében nagyon sokat foglalkozott Cinával vagy Sándorral. Mind a ketten versíró emberek voltak, ugye Vörös Sándor akkor 15-16 éves, és nagyon sok mindenben segített. Ez a segítség nem feltétlenül a témáknak vagy a verselésnek a segítése volt, hanem a kapcsolatok kiépítése. Vörös Sándor a Petőfi Sándor utcai bérlakásában volt a szüleimnek a osztos diákja. Azt a házat is egy emléktábla örökítette meg, hogy Vörös Sándor ebben a házban volt osztos diák Pavel Ágostonnál. Ezt abban az évben, amikor elkerült Szombathelyről 1929-ben, akkor készült el ez a ház, és amikor ő már, mint győri diák, meg pécsi egyetemista, illetve hát mint Csöngei Cina, a számunkra Cina. Cina. Igen, ez volt a beszeneve, a családi neve. Eljött és meglátogatta a családot, az már mindig itt volt ebben a házban. Úgyhogy amikor ő később idős korában összeállította a Vörös Sándor élete képekben című könyvet, akkor ide jöttek az Amival, és itt ezt a házat fényképezték le. Előtte áll az egész család. Aha. És már akkor már ugye nem semmi közünk, hogy így mondjam, nem volt a másik régi bérlakáshoz, azért ezt a ház előtt lett lefényképezve, és ebbe vagyunk megörökítve a család is, meg a kosztos diák léte. Az irodalom történet, hogyha ezt szempontnak tekinteni, akkor valószínűleg azt mondaná erre, hogy egy roppant termékeny időszak, a kosztos diák időszak, ami segített hangot formálni, segített mestereket találni, és olyan mestereket találni, akik végig kísérték ezt az amúgy is szép és hosszú pályát. Az óvodás gyerek borzasztó könnyen létesít kapcsolatot Vörös Sándor, mert ugyanúgy gondolkodik, és ugyanúgy használja a nyelvet, mint ő, de a felnőtt ember nyelvhasználata eltávolodott Vörös Sándorétól. Mi például mondatokban igyekszünk beszélni. Mi például állandóan jelentéseket akarunk a mondatainkkal létrehozni. Vörös nem akar jelentéseket létrehozni, hanem örömet akar szerezni a nyelvvel. Ezt az óvodás átéli, de a felnőtt képtelen visszanyúlni a nyelvnek egy ilyen ősformájához, amelyet ő használ. Legendásak Vörös Sándor nem létező nyelveken írott versei, ezek mind-mind erre példák. A Szent György és a Sárkánynak, vagy a Holdbéli Csónakosnak, de most a Szent György és a Sárkányról beszélünk. Van köze a versekhez, és mi? Már hogy úgy értem, hogy a költészethez, hát ezek drámák. Hogy ne lenne, ez egy kimondottan, hogy mondjam, nem vagyok ilyen szakértő. Nem is szakértőként, én azt nem végképp, nem beszélgetünk. Versek gyülekezete tulajdonképpen, vagy annak is fölfogható. Tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon verses drámája ez Vörösnek. Van olyan, ami kevésbé ilyen. Tehát én játszottam például a Kétfejű fenevadban, ami egy másfajta nyelvi bravúr, de itt a Szent György az kimondottan költészet a javából. Ami igazán ennek a kiállításnak az újdonsága, az a néhány kézirat, kéziratlap, levél, levélrészlet, amely a Vasmegyei Levéltárban található. Itt az első gyászkeretes például azért különösen kedves a számomra, mert minden bizonyal ez Cinnának az első aláírása. Itt van végre, hogy Cinna az igen, ő gyerekkori becenneve. Hát ez egy 1914-es levél, nyilván az édesanyja értesítette a legfontosabbakról a férjét, és gondolom, hogy a
gyermek kezét vezetve, nem valószínű, hogy egy éves korában az a gyermek ilyen szépen leírta volna a nevét, de hát mégis ott van a Mici aláírás alatt. Egyik leveléből, amit szintén 32-ben írta apámnak, azt írja, hogy az a pár hónap, amit Guszi bátyámnal töltöttem, tehát nem is hosszú évek, volt életem legértékesebb ideje. Akkor jegecesedett ki a gondolkodásmódom, akkor kezdett nőni bennem mindannak a csirája, amit azóta gondoltam, tettem, írtam. És azt hiszem, akkor született meg a csirája mindannak is, amiről most még nem is tudok. Bátyám indította meg az életem lavináját. Addig koravén, beteg gyermek voltam. És akkor kezdtem egy új, már nem gyermeki, látszólag dekadens, de valójában épp életet élni, aminek csak a külsőségek adják meg a dekadencia jellegét.